Disztl Péter hozta a szabadrúgás után játékba a labdát, aztán gyorsan eladják a fehérváriak, Vidóci akár rá is lőheti. Disztl védés, gól! Full szüresen maradt, 1-0 a Nagykanizsa javára. Vidóci nagyszerűen vette észre, hogy azt rá is lehet lőni. Disztl elsőre még hárított, Fulsz azonban jól érkezett. 1-0 az Olajbányásznak. Tizenhatodik perc. 1-0-ra vezet továbbra is a nagykanizsai Olajbányász. Egy középre ívelés Fulsz felé. Tovább pattan, Toldi pedig vaktában előre. De így lesz jó, Kuntics megiramodhat. Ráviszi Kepére. Jó a csel, beadja középre, és gól! 1-1. Horváth Ferenc kiegyenlített. Egy mintaszerű kontra. Jól érkezik középre a labda. Csáki mellett elgurítják, és jókor jött Horváth Ferenc. Kuntics nagyszerűen viszi el akárcsak az egyenlítő gól előtt. Jó a labdája Dvérinek. 2-1 a fehérvári csapat javára. Mintaszerű volt ez a támadás is. Kuntics ezúttal is kitűnő labdát tálalt. Most Dvéri elé. Csáki kijött, de ő is tehetetlen volt. Jó az indítás, és jó a kényszerítő, és Vidóci. Disztl, bravúr! Fehér. Majd Agics. Ez viszont nagyon jó. Disztl, de szépen jött ki a fehérvári portás. Farkas. Még tovább Hegedűs. Egy jó lövés. Disztl szépen nyomta a kapu fölé. Tóth Norbert. Ügyesen használta a vállát, nem volt szabálytalan. Dvéri léphet ki, Zitzer! Művészet volt kihagyni. Fehér megforgatja Lőrincet, kis hiánygól. Bulatovics. Egy jó szöktetés és egy szép lövés kapásból. Vidóci volt az elkövető. Fodor. Mellette Tóth. Így nincs les. Tóth. Középütt, jó a beadás. Kapufa. Fodor. Csereként beállt játékos nyargal előre. Kepének nem sikerül szerelni. Fodor. Csákin is tovább jut, és 3-1. A második félidő 37. percében Fodor unta meg a dolgot. Előre indult. És azt hiszem eldöntötte a mérkőzés sorsát. Kuntics teljesen üresen. Két támadó, két védő ezúttal is a képlet. Kuntics, Zombori megy mellette. Középre teszi Horváth Ferenc. 4-1. Nagyszerűen kapta Horváth Ferenc a labdát. Ezt már csak idézőjelbe be kellett rúgni. Horváth Ferenc pedig ezzel a góllal már 8 gólos. Ismét csak Kuntics, Fodor, középre Kuntics, Csáki véd bravúrral.